Egy kicsit így át is pozícionálnám magam, mert én az az előadó vagyok, aki két dologért csinál fóliát. Egyrészt, hogy lássa a tisztelt nézőközönség, másrészt, hogy emlékezzek rá, hogy miről szerettem volna beszélni. És hogyha háttal állok ezeknek a fóliáknak, akkor ezt nem látom. Így sikerült. Köszönjük szépen az EUTR hatóság nevében a lehetőséget és a meghívást. Mindig a leghálásabb feladat ugye ebéd előtt az utolsó előadást megtartani. Ilyenkor a szemekben látszik a lelkesedés, hogyha az ember belebonyolódna valamibe. Az előző előadáshoz mi EUTR hatóság szempontjából majd azt szeretnénk kérni, bizonyára a Frici táblázata ezt tartalmazta, hogy az egyes jogcímeknél majd vizsgálja meg a jogalkotó, hogy mekkora az adóék. Ez ugye hatóságként is érdekünk, mert hogyha nincsenek alacsony vagy nulla adózású jogcím lehetőségek, akkor ugye annál több fa szeret eltolódni a szürke vagy fekete irányba, ezzel több munkát okozva nekünk. Ugye a 2017. szeptemberi módosítás, ez a közös tulajdonban lévő erdőnél kivette a adómentességet, ugye csak meghagyta jelenleg a erdőbirtokosságokra, illetve az erdőkezelőre. Hogyha ez visszakerül, akkor sok minden nekünk is egyszerűsödik, illetve majd valószínűleg a könyvelőknek is. De szerintem ebbe az irányba mutat, és az erdészeket nagyon jó helyzetbe fogja hozni ez az eltervezett szabályozás, amire szükségünk van, azt hiszem, a falusi versenyhelyzetbe, amikor mi szakmailag teszünk ajánlatot valamilyen szerződésre. Miről is szól az EUTR? Ugye az EUTR-nek a célja az az illegális fakitermelés és az illegális fakikereskedelemnek a megakadályozása. Ezt amikor Brüsszelben megalkották, úgy gondolták, hogy ilyen csak az unión kívülről jövő fánál van, hogy illegálisan kerül kitermelésre, de az az igazság, hogy azért tudunk mondani néhány uniós tagállamot, itt Közép-Kelet-Európából azért az illegális fakitermelés nem ismeretlen fogalom. Ugye régen beszélünk arról, hogy a legnehezebb egyébként az illegális fakitermelést az erdőben megfogni. Néha beleszalad az ember, hogy búg a fűrész, de ha sok helyen búg egyszerre a fűrész, akkor nem mindig tudja, hogy merre induljon. Ha valakinek van saját erdeje, akkor pedig tudja, hogy milyen álmatlan éjszakákat lehet összehozni abból, amikor az ember egy kicsit abban reménykedik, hogy most essen az eső, mert ott vannak a sarangjaim, és lehetőleg ne vigye el más, mert én nem most szeretném elvinni. Az EUTR rendszere az a láncellenőrzésre alapul, tehát a koncepció azt szolgálja, hogy nem csak a kitermelés helyén, vagy az illegális cselekmény elkövetésének időpillanatában lehessen megfogni a láncban az illegálisan kitermelt faanyagot, hanem későbbi pontokon is. Ugye Magyarországon, amikor ez a szabályozás adaptálásra került, az cél volt, hogy a jogszerűtlen fakitermelésből származó kereskedelmet visszaszorítsuk. Ugye mi is azokhoz az országokhoz tartozunk, ahol azért nem csak az importfaanyag lehet illegális, hanem hazánkban is jelen van, területtől függően eltérő mértékben az illegális fakitermelés, és ez elég gyorsan piacra is szokott kerülni. Ugye cél az is, hogy a tisztességes piaci magatartást elősegítsük, tehát egyrészt az illegális fakitermelés az kár annak az erdőgazdálkodónak, akinek az erdeiből elviszik a fát, de egyébként ugyanúgy hátrányt okoz azoknak a legálisan működő piaci szereplőknek is, akiknek az illegálisan kitermelt faanyaggal kell versenyezni, hiszen ebben az esetben nincsen erdőfelújítási költség, hiszen ebben az esetben nem kell megfizetni semmit, hogyha éppen megvesszük az erdőt, hanem az a kivágott egy köbméter tűzifa, az nagyjából a tiszta hasznot képezi, az illegálisan kitermelt faanyagnál az áfa fizetés se egy tipikus magatartás. Tehát mondhatjuk, hogy a bruttó árbevétel mínusz a kitermelési költség derékmagasságba elvágva, ez a tiszta haszna az itthoni illegális fakitermelésnek. Tehát célja a szabályozásnak az, hogy azokat a szereplőket támogassa, akik ezt legálisan folytatják, ezt a tevékenységet, és ugye ez általában áfacsalással is együtt jár, az illegális fakitermelés. Szeretnénk növelni a vásárlói bizalmat is, majd később mutatom, hogy milyen módon. Ugye, hogyha valaki megkérdez az ismeretségi körbe valakit, hogy tűzifát vásárol, vajon átverik-e, általában a vélemény az, hogy majdnem minden vevő biztos abból, hogy átverik, abba bízik, hogy akitől ő vásárol, talán nem annyira. Illetve nagyon sokszor az az elkövetői kör, aki ezeknek a tűzifa vásárlóknak a ellátásával foglalkozik, ha valami probléma van, akkor mindig tovább mutogat az erdészetre, vagy az erdészekre legalább.
Tehát ez is cél lenne, hogy ezt transzparensebbé tegyük a vásárlók számára a faanyagot, megmutassuk egyrészt azt, hogy ez legális forrásból származik, felújításra kerülnek ezek az erdők, ez is megy az EUTR mentén. Ha röviden egyébként össze akarom foglalni az EUTR lényegét szakmai oldalról, akkor az EUTR nem jelent többet, mint hogy valamiből nem lesz semmi, és semmiből nem lesz valami. Nagyjából ezt a két szabályt kell betartani az adminisztráció során, és akkor helyben is vagyunk EUTR ügyben. Most volt néhány módosítás, most én nem az egész EUTR szabályozást kezdem az elejéről, hogy vannak kereskedők, meg első piaci forgalomba helyezők, ez már egy korábbi nóta. Azt fogom itt röviden bemutatni, hogy mik változtak most a legutóbbi január 1-i módosítása. Az EUTR szabályozás egy kicsit azt éli meg, mint a 90-es években az ÁFA törvény. Amikor a hatóságok tapasztalnak valami kiskaput, akkor azt a jogalkotó segítségével próbálják bezárni, annak érdekében, hogy a jogszor ilyen működők ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. Ilyen kiskapu bezárások történtek most is, január 1-től. Ugye a szállítói egy fogalma, ugye erdei fatermékeknél nagyjából rönk, tűzifa, sarangolt választék, apríték, kötelező, szigorú számadású nyomtatványként szállítójegyet is kiadni. Miért került ez bevezetésre? Azért, mert ez volt a luk az EKR szabályozásban, ugye az EKR-t nem kell rögzíteni, hogyha végfogyasztói értékesítés van, és mindenki végfogyasztónak szokott értékesíteni, ha valamilyen fát fuvaroz éppen, aminek az eredete nem igazolt. Ezt próbálja tovább pontosítani a szállítójegy fogalma. Szállítójármű használatának tiltása bevezette a törvény, hogy hiába adják el, hogyha ezt az EUTR hatóság megtiltja, hogy faanyag szállításai gépjárművet a jövőben használjanak, ez a későbbi tulajdonost is terheli. Ezek az elkövetői körök elég tágas családdal rendelkeztek, és hiába tiltottuk meg mondjuk egy kamionnak a használatát, ugye másnap az egyik testvéré volt, és utána, mivel ott az egész negyed egy család, szépen így szállt tulajdonosról tulajdonosra. Most már ezt a szabályozás kezeli, hogyha fatermék vagy faanyag hatósági ellenőrzés vagy eljárás idején nem fellelhető, és nem tudják igazolni, hogy hol van, akkor vélelmeznünk kell, hogy ezt forgalomba hozták. Ugye voltak ilyen vállalkozások, akik úgy gondolták, hogyha a hatósági ellenőrzés után eltűnik hirtelen a faanyag ismeretlen helyre, akkor utána a hatóság már nem tud lépni. Eddig is tudott, de ezzel a kiegészítéssel még könnyebben tud, illetve 20 köbméternél nagyobb mennyiségű erdei faválaszték tárolása esetén a faválaszték származását igazoló dokumentumokat meg kell őrizni. Ugye mindannyian találkoztak azzal a vállalkozói körrel, aki egyébként így kicsibe seftel a fával. Van egy öregebb Iveco, Zsuk, stb. Kis teherautója, mindig vesz 10-20 köbmétert az erdészettől, meg egyébként még 20-tól 100-ig máshonnan, és ezt árusítja. Általában nem vállalkozóként, jellemzően nem számlával, viszont meglehetős versenyhelyzetet teremtve egyébként az erdőgazdálkodóknak. Van olyan ciklus, amikor ez nem gond. Két éve, amikor mindenki fát akart, akkor ez tök mindegy volt. Ha az idei évet nézzük, akkor azért már hektikusabb a fapiac, és jobban be van dugulva, és egyébként valószínű erre is kell számolni. Kicsit arrafelé fog tartani a fapiac is, mint egyébként más mezőgazdasági ágazatok, akár a gyümölcstermesztés, akár más terület, mert hogyha lazítjuk a tervszerűséget és a fakitermelési szabályokat, az egyrészt egyébként szabaddá teszi a gazdálkodói döntést, viszont piaci hullámzásokat és turbulenciákat fog okozni, mert amikor éppen keresleti piac van, másik évben mindenki megpróbálja felgyorsítani a kitermelését, és akkor ugyanúgy be is dugulhat a piac, ahogy ezt például mi az idei évben látjuk. Lehet, hogy itt a Vergánál kedvezőbb a helyzet. Mi az ellenőrzések során azt látjuk, hogy sokkal több készlet van kint, tehát nagyon sok erdészetnél 10 000 köbméteres nagyságrendben áll a választék. Faanyagkereskedelmi lánc telephelyén, tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon, hogyha nem az övé a fa, akkor ezt elkülönítve kell tárolni és ki kell mutatni. Ugye ellenőrzéseknél volt olyan, hogy amikor kiderült, hogy nincs róla a papír, akkor egyből nem az övé volt. Ezt kezeli ez a rendelkezés. Ez ugye ugyanígy van például a jövedéki termékeknél is, tehát nem találtuk föl a spanyol viaszt, a jogalkotó megfelelő példákkal élt.
Jó, ezek technikai szabályok, illetve van egy nagyon fontos szabály, amit erdőgazdálkodóként érdemes figyelni. Ha valamely személy szervezet évente 50 köbmétert meghaladó mennyiségű erdei faválasztékot vásárol, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az ilyen személy szervezet a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének minősül. Ugye ezzel a vélelemmel az erdőgazdálkodónak is élnie kell. Tehát, hogyha van egy olyan szereplő, akinek 50 köbméternél több faanyagot ad el, akkor ott vélelmezni kell, hogy ő láncszereplő, és a következő lépésbe be kell tőle kérni a regisztrációs számát. Mert akkor jár el kellő gondossággal az erdőgazdálkodó, akkor is, ha ezt egyébként az adott láncszereplő különböző erdészetektől csipegeti össze. Általában egyébként a nagyobb cégeknél ez nem szokott gond lenni, hiszen ugyanezt figyeli valamilyen szempontból a vállalati kockázatkezelés is, meg a kintlévőségkezelés is, tehát itt is össze szokták vezetni a jogi személyeket. Érdemes belerakni egyébként az általános szerződési feltételekbe azt a szabályt, hogy erről a vásárlónak kelljen nyilatkozni, és adott esetben az erdőgazdálkodó úgy tekinthesse a vásárlót, ha nem adja le ezt a számot, hogy ő végfogyasztóként vásárol. Tehát ezzel a felelősség átterhelődik. Jó. Igen. Ki is vonhatjuk a járművet, néha szoktuk csinálni. Nagyon fontos új szabály, hogy az erdészeti hatóság az elkobzott faanyagot most már átadhatja helyi önkormányzatnak, közhasznú szervezetnek és egyháznak az ő közérdekű, közcélú feladataik ellátására. Ennek az volt az oka, hogy több telephelyen már bedugultunk és nem fért el a fa, elsősorban a román határ környékén. Tehát úgy gondoltuk, mivel ezt forgalomban nem lehet hozni, hogy ilyen közcélra fel lehet ajánlani. Most egy dolog adja föl nekünk egy kicsit a leckét, hogy mit csináljunk a rönk minőségű elkobzott anyagokkal, mert hogy ott keletkezik értékmegóvás miatt egy jelentős felfűrészelési költség, viszont mondjuk, ha sikerül rá forrást találni, és fel tudjuk fűrészelni, akkor egy sokkal értékesebb anyagot, ugye mondjuk tölgy, szárított deszkát tudunk felajánlani az egyházaknak és iskoláknak. Ezen még most rajta vagyunk. Pont itt Veszprémbe sikerült megnyernünk ezt a pert, ahol ez a 120 köbméter tölgyrönk átvándorolt az államhoz. EUTR ellenőrzések tapasztalatai. Milyen ellenőrzéseket tart az EUTR hatóság? Ugye tartunk közúti ellenőrzéseket, vagy közösen a vámhatósággal, rendőrséggel, vagy külön. Tartunk helyszíni és telephelyi ellenőrzéseket. Szoktunk határellenőrzést tartani, hogyha EU-konform szeretnék lenni, akkor ezek mindig mélységi ellenőrzések. Tehát nem a határállomáson állunk meg, hanem a határ után egy 5-10 kilométerre. Folytatunk próbavásárlásokat elég nagy számban. Az internetet is szűrjük. Ugye a jogszabály előírja, hogy internetes hirdetésnél az EUTR regisztrációs számot közre kell adni, és ezeket a hirdetéseket, amik ennek a szabálynak nem felelnek meg, ezekkel a hirdetési felületekkel, legyen szó akár MediaWorks-ről, akár Jófogásról eltávolítatjuk. Mindkét céggel elég jó a kapcsolat, tehát segítik ezt a munkát, illetve be vannak hozzánk kötve a különböző kamerák, tehát látjuk az autópályán elhelyezett közlekedési hatósági kamerákat is, illetve a Védának is a kameráit. Ez adott esetben a tényállás bizonyításához lehet szükséges, illetve a határállomáson elhelyezett különböző érzékelőknek a felvételei is átjönnek hozzánk. Belelátunk a társhatósági nyilvántartásokba is, legyen szó a NAV-ról vagy a közlekedési hatóságról. Mi úgy gondoljuk az EUTR hatóságnál, hogy minden faanyagkereskedelmi lánc szereplő az az ártatlan bárány kategóriába esik, tehát ebből indulunk ki. Nem keressük azt, hogy valaki hol hibázott, ha egyébként logikus a rendszere, látjuk a jó szándékot. Akire mi vadászunk, az a bárányok közt leső farkas, ezt tesszük a bárányok védelmében, illetve van még egy speciális kategória, ez a legnehezebb egyébként jogászként és a bíróságon, ez a bárány bőrbe bújt farkas. Ez egy bizonyos üzemméret fölött van. Jól felkészült jogász csapatok szoktak lenni, mi beülünk az egyik oldalra egyedül, mert ennyien vagyunk, másik oldalon meg egy-két ügyvédi iroda szokott úgy komplett felvonulni. Az egyébként néha vizuálisan kellemes élmény nekünk. Néhány
kivéte, vagy néhány észrevétel, hogy hol láttunk eddig problémákat. Ugye talán annyi az EU-térről, hogy ugye vannak az első piaci forgalomba helyezők, aki az EU-n kívülről faanyagot importál, vagy aki fát termel, termelhet akár fásításban, akár erdőben. Ugye nekik egy kellő gondosság elvén alapuló DDS rendszert kell készíteniük, aki pedig kereskedik, tehát nem termel fát, nem importál, csak kereskedik, nekik pedig egy kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell kialakítani. Mivel szokott gond lenni? A konzervanyagok alkalmazásáról. Tehát mindig az az elvárás szegény jogalkotóval, hogy adjon kellő jogalkalmazói szabadságot, és amikor a jogalkotó kellő jogalkalmazói szabadságot ad, akkor pedig a jogalkalmazó azt mondja, hogy hát ezt most akkor nekem kell megcsinálni, vagy végig gondolni, tehát nem nagyon van jó út. A középút az talán az, hogy mindenki adaptálni tudja a szabályozást, tehát végig gondolja a saját folyamatait. Önmagában ilyen DDS útmutatóként, vagy szabályzatként nem felel meg, ha valaki összemásolja az erdőtörvény és a végrehajtási rendeleteinek az EUTR szabályait, mert az valószínűleg nem írja le a saját faanyagkereskedelmi lánc folyamatait a vállalkozáson belül. Illetve néha csak azt szokták leírni, hogy kereskedelmi tevékenységet folytatunk, fát veszünk és fát adunk el. Ez nem szokott elegendő lenni a nyomonkövetéshez. Van olyan, amikor ugye van dokumentum, de nem állapítható meg ebből a DDS útmutatóból, hogy például az adott cégnek mikor kell kiállítani szállítójegyet, az sincs lefixálva, hogy mikor kiállítja ki a szállítójegyet, tehát nem koherens ez a gyakorlat, és általában ilyenkor ilyen nyomonkövetési hiányosságok szoktak felmerülni. Ugye a kellő gondosság elvén alapuló rendszerhez milyen adatokat kell szerepeltetni, ugye fel kell tüntetnem, hogy kitől veszem a fát, kinek adom el, milyen fát veszek, ugye ezt fafaj szinten kell tudni kimutatni, és bár nem kell rögzítenem azt, hogyha végfogyasztónak adtam el a faanyagot, az értékesítésnek a tényét viszont rögzíteni kell. Tehát nem kérhetem be az adatait Mari néninek, ha ő nem kér tőlem számlát, erre nem kényszeríthetem, de azért mondjuk azt a nyugtát, azt hozzá kell tudnom rendelni ahhoz az értékesített faanyag tételhez. Más kérdés, hogy ez egyébként nem az EUTR-nek az elvárása, mert ugye ezek az elvárások a számviteli törvényben is benne vannak, tehát ugyanúgy a készletnyilvántartás és az anyagmozgáshoz kapcsolódó pénzügyi változások lekövetése, az nem az EUTR uniós rendeletnek a találmánya, hanem a magyar számviteli törvény is elég régen előírja. Ugye nagyon fontos a mértékegységek közötti átváltások dokumentálása. Ugye átváltási tényezőket használunk az erdészetben elég sokat, ez akár változhat is ugye választékonként, sőt még tájegységenként is. A lényeg az, hogy legyen ledokumentálva, hogy miért ezt az átváltási tényezőt használom, például tűzifánál ugye az űrméter, tömörköbméter között, és ez legyen egységes. Tehát ne legyen az, hogy egyik hónapban 1,6-tal szállítok, vagy ennek a vevőnek 1,6-os az átváltási tényező, a másiknak meg 1,7-es. Még jobb, amelyiket nem mondom, melyik erdőgazdaság kérdezte meg, illetve mindegy, az egyiknél meg is találtuk, hogy amikor értékesítek, akkor ezt az átváltási tényezőt használom, amikor meg a favágóval számolok el, akkor meg amazt az átváltási tényezőt használom, megfelelően végig gondolva, hogy melyiknél melyiket. Tehát ez valószínűleg nem fog megfelelni a kellő gondosság elve szerinti rendszernek. Mi azt is elfogadjuk EUTR hatóságként, ha a verga bebizonyítja, hogy nála más az átváltási tényező, itt kérjük a statisztikában tanult emlékeket feléleszteni, és ne csak az legyen, hogy azért, mert én azt mondom, hogy ennyi, hanem valami mérés dokumentálni, és némi hibaszámítást merré rakni, hogy miért úgy gondoljuk, hogy nem annyi, mint általában. Ezt természetesen elfogadjuk. Az ilyen légből kapott számok egyébként egy idő után a nyilvántartásokban is belső ellentmondást okoznak, tehát ezt érdemes jól ledokumentálni, és a kollégákkal is közölni. Korábban feltárt kockázatokat, hibákat javasolt csökkenteni, és ezt dokumentálni is, hogy ezt mivel csökkenti az erdőgazdálkodó vagy a kereskedő. Ugye benne kell legyen ebbe a nyilvántartásban, hogy honnan, milyen forrásból szerzi be valaki a faanyagot, ha termel, akkor honnan termelte, honnan mennyit termelt.
fakitermelések végrehajtásának az eljárásrendje, milyen szerződéssel, milyen bizonylatok felhasználásával vásárol, ha valaki vásárol, hova történik a beszállítás, hogyan történik a készletrevétel, mennyiség, minőség megállapítása, faanyag elkülönítése, tárolása. Különösen problémás szokott lenni a hosszú tűzifa készletre vétele, amit valami befoglaló mérettel szeretnek sokan értékesíteni, eltér még az állami erdőgazdaságoknál is. Én mindenkitől azt szeretném kérni, hogy az elmúlt 200 év szakmai ismereteinek megfelelően vegye a hosszú tűzifát is készletre. Tehát ebbe szokott ilyen, hogy befoglaló mérettel szorozzák ilyen légből kapott számokkal, tehát ezekből általában probléma van. Hogyan történik az alapanyag készletről való kivezetése, az esetleges feldolgozás, ehhez ki milyen bizonylatot használ, mennyi időn belül kell például a felvett készletet bejelenteni a központnak, lehet-e értékesíteni olyan tételt, ami még csak a kerületvezető raktárkönyvébe van benne, de a könyvelésbe még nem került bele, ebből szoktak kalamajkák lenni. Én mindig azt mondom, hogy általában EUTR szempontból nem az az anyag a problémás, ami már egyszer készletre került, hanem az, ami nem. Tehát, hogy ami valahogy nem jut be a készletbe. Itt is eltérőek a keresztellenőrzések, van a négy szemelve, nincs négy szemelve, hány napon belül kell bevinni a felvételi lapot, tényleg lehet-e értékesíteni akkor, amikor még nincs bent az erdészetnél az a készletfelvételi lap, van-e olyankor anyagmozgás kifelé, ezekkel számos kockázatot ki lehet zárni. Ha feldolgozunk is, vagy gyártunk is, akkor annak azt ki kell tudni mutatni, hogy miből mi lett, tehát valamiből nem lesz semmi, és semmiből nem lesz valami. Tehát mi a kihozatal, milyen anyagot gyártottam, és mi lett abból a melléktermékből, azt milyen formában értékesítettem a későbbiekben. Volt-e valami hulladék? Mi a késztermék azonosításának módja, késztermék értékesítési folyamat leírása? Ugye a telephelyen való tárolásnál ugye megfelelő tételeket el kell tudni különíteni, és ugye érdemes tisztázni a cégnél, hogy ki, mikor és milyen felelősségi körben, milyen nyilvántartásokat vezet. Amíg nincs ellenőrzés, ez teljesen mindegy, hogyha van valami ellenőrzés, akkor kezd ez kellemetlen lenni, hogy akkor most ezt én vezettem, te vezetted, kinek kellett volna vezetni. Problémák, amikkel mi találkoztunk. Végfogyasztónak történő tőmeleti átadásnál kizárólag birtokbaadást szolgáló szállítójegyet állít ki az erdőgazdálkodó. Ugye nem EUTR szereplőről van szó, akinek van saját szállítójegytömbje, hanem Mari néni vesz fát az erdészetnél, és az erdész azt írja rá, áthúzva a rendszámot, hogy én itt tő mellett átadtam. Ugye ezt így Mari néni nem fogja tudni elszállítani legálisan, és ezzel ez az erdőgazdálkodó nem csak EUTR, hanem fogyasztóvédelmi szabályokat is sért, hiszen ugye az nem elvárható polgárjogi szempontból sem Mari nénitől, hogy ő vagy EUTR regisztrációt folytasson, vagy valahol bejelentkezzen erdőgazdálkodónak, hogy szállítójegy tömböt tudjon venni. Tehát ha úgy dönt az erdőgazdálkodó, hogy végfogyasztóknak értékesít faanyagot, akkor a végfogyasztó által megadott címre a szállítójegyet ki kell állítani a tő mellett, nem mondhatja azt, hogy ez nem az én bajom, itt van, vigyed, ahogy tudod. Hogyha nem tudja ezt lekoordinálni, akkor végfogyasztónak jogszerűen nem tud értékesíteni. Közös tulajdonhoz kapcsolt színlelt szerződések, ebből mostanság egyre többet látunk, lehet, hogy azért is, mert vége van a megbízási szerződések ciklusának, és mindenki egy kicsit, mint amikor a vadászterület változik, még gyorsan levadásza a területet. Ez egyébként lehet oka annak is, hogy most több fa van a piacon. Ez úgy néz ki, hogy erdőgazdálkodó köt egy szerződést, mondjuk elad, ez egy konkrét példa, 40 hektárról faanyagot 10 millió forintért, és az, akivel ő megkötötte, sokszor még arra se figyelnek, hogy ez ne közeli hozzátartozó legyen, egy héttel később 40 millióért adja tovább ugyanazt. Ugye az erdőgazdálkodó a tulajdonos társakkal a 10 milliós szerződés alapján számol el, és hol lesz ebből EUTR probléma? Hát ott, hogy általában azért nem a teljes fatömeget merik bevallani egy ilyen tranzakciónál, tehát ez a 1-4-hez típusú átverés, ez már itthon is neccesnek számít, az 1-2-es az még rutinszerű. És akkor egy részét a faanyagnak szállítójegy nélkül vagy papír nélkül próbálják bedobni a piacra.
ezekhez a szerződésekhez általában mi a láncból jutunk vissza. Tehát az EUTR hatóság első körben nem erdőgazdálkodókat ellenőriz, nem ez a célcsoportunk, hanem kereskedőket, feldolgozókat, felhasználókat, de ugye amikor igazolatlan eredetű faanyag van, és elkezdenek beszélni a kollégák, akkor szépen lassan vissza szoktunk tudni jutni a láncon. Ilyenből sajnos nagyon sok van, erre érdemes figyelni, ha valahol szakszemélyzetként közreműködtök akkor is. Lábon vásárló fakereskedő piaci nyomása, több ilyen van, valaki megveszi lábon az erdőt, ami ugye egy ilyen adásvétellel vegyes vállalkozói szerződés, és elkezdi presszionálni a tulajdonost, hogy hát itt van 3 millió, meg mindjárt itt van még 3 millió, de ne várjuk már meg azt a fránya kivárási időt, meg nem kell műveleti lap se, mert egyébként hozom a brigádot, azt vágjuk, mert nekem menne a fűrész. Sokan beleszaladtak ebbe. Utána az egész kitermelt faanyag engedély nélkül kitermeltnek minősül, és nem hozható forgalomba. Tehát érdemes ezt kivárni. Még lehet, hogy visszakapja a tulajdonos, és ő elhasználhatja, de mondjuk amikor 1000 köbméterről van szó, az elég súlyos, és ugye legtöbb esetben azért van ez a játék, és sokszor egyébként fiatal szakszemélyzeteket még meg is vezetnek ezzel kapcsolatban, mert az erdészeti hatóság mondjuk valami korlátozást szeretne tenni, mert például nincsen újulat, és mégse lehetne végrehajtani ezt a végvágást. Tehát érdemes ezeknek szakmailag is ellenállni, és képbe hozni az erdőgazdálkodót. Elektronikus készletnyilvántartás és raktárkönyv párhuzamossága, ezt minden gazdálkodónak érdemes végig gondolni. Általában minden erdőgazdálkodónak már 50 ezer forinthoz 5 aláírás kell, de ennek a kettőnek a párhuzamossága néha nincs megfelelően összehangolva. Milyen bizonylatok vannak, melyik szigorú számadású, alapul-e szigorú számadású nyomtatvány, nem szigorú számadású nyomtatványon, mennyi időn belül kell beadni. Van-e rá ellenőrzés, ezt mivel végzi az erdész a feltételezést, hogy az erdészek nem szeretnek jogászkodni, ezt én megértem, az egy szörnyű szakterület, viszont sokszor azt látom, hogy az erdészek mondjuk már miért is szeretnek az erdőben, nem csak erdőrendezőként, hanem mondjuk a faanyag felvételezésénél sem, tehát nem mindig mérőléc van, megvannak a megfelelő hibái egyébként a felvételezésnek is, de bizonyos léptékben ezt érdemes csökkenteni. Ugye vannak olyan fakitermelő brigádok, akik mondjuk szeretik az 1 métert 1.05-re, hogyha az ember ezt egyszer elnézi nekik, akkor utána az 1.05 elkezd 1.07 felé menni, és elérjük az 1 méter 10-et. Itt arra érdemes esetleg még figyelni, hogy például a fakitermelő vásárolhat-e saját készletet. Hogyha a fakitermelés, ugye főleg amikor fakitermelő hiány van, akkor ezzel lehet brigádot szerezni, ezt mindnyájan tudjuk. Ha megveheti a saját készletet, akkor mondjuk a sarangolás sokkal másképpen tud kinézni, mint hogyha nem ugyanazt a készletet veszi meg, amit termelt. Itt is érdemes végig gondolni, hogy vajon addig szállíthat-e a fakitermelő, amíg azt az egész erdőrészletet nem veszi át az erdész vagy a műszaki vezető, mert ha párhuzamosan megy a kitermelés meg a készletrevétel, abból általában kalamajka szokott lenni, tulajdonosi szempontból is és EUTR hatósági szempontból is. Vannak jó gyakorlatok, tehát nagyon sok erdőgazdálkodó azt mondja, hogy megveheti a fakitermelő, mert akkor egy kicsit odafigyel, miért ne vegye meg a saját fáját, de az első teherautó akkor mehet el az erdőrészletbe, az egész át van adva, és el van végezve a munka, ott fűrész akkor már nem búghat, onnan akkor már csak szállítás van. Másik trükk, hogy megcseréled, mindegyik kapfát, mindegyik vehet, de egymás fáját vehetik meg, tehát te is kapsz bükköt, ő is kap bükköt, de te a másik termeléséből kapsz. Általában a sarangok átváltási tényezője egyébként változni fog. Tehát nem muszáj mindent összeforgatni ahhoz, hogy nyerjünk egy 5-10%-ot egy ilyen sarangot. Nettósítás, itt elsősorban nem erdőgazdaságoknál szokott gond lenni, most szintén nem mondom melyik állami szereplőknél, akinél sikerül akkor is nettósítani, amikor igénybevétel esetén van fakitermelés tuskózással, a nettósítást érdemes átszámolni. Ugye, hogyha a tuskó is kitermelésre kerül, akkor nem biztos, hogy jól jön ki nyomonkövetési szempontból, ha ugyanúgy nettósítom az egészet, meg hogyha össze van gerebjézve az egész erdőrészlet. Tehát ilyenkor azért a hagyományos nettósítási tényezőt mi legalábbis nem fogjuk elhinni. Érdemes egy kicsit utána számolni.
Közös tulajdonról volt szó, túl alacsony áron végzett fakitermelés, állami erdőgazdaságnál ez nem kérdés, ha magánban szakirányítotok, akkor ugye nem biztos, hogy érdemes rácsapni a legolcsóbban termelő brigádra, nem csak minőségi problémák miatt, hanem általában az ilyen vándor brigádok azért azt a különbséget megszedik hazafelé az úton. Lehet, hogy nem abba az erdőrészletbe, ahol dolgoznak, hanem a szomszédba, mert nem mindenhova érnek oda az erdész kollégák, vagy nem mindenhova ér oda az ember. Tehát ez egy kockázat. Tehát ha valaki irreálisan alacsony áron akar fakitermelést vállalni, ott fokozott kockázatra kell gyanakodni. Fatömegfelvétel mérnöki módszertana, ugye itt is hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy hány mintakört kell fölvenni, vagy tehát az ember főleg, ha süt a nap, vagy meleg van, vagy túl hideg van, akkor hajlamos valami átlagot becsülni. Ha ez a saját erdőm, akkor teljesen mindegy, mert saját kockázatommal levezek, de hogyha ez nem a saját erdőm, akkor azért a fatömegfelvétel mérnöki módszertanát érdemes egy kicsit átolvasni. Kereskedelmi kockázatok. Látunk olyan értékesítési láncokat, ahol az elefántként jellemzett hatalmas nagy erdőgazdálkodó eladja egy egér méretű mikrovállalkozásnak a faanyagot, aki majd eladja a következő hatalmas cégnek. Ez, ha EUTR szempontból rendben van, ez akkor a mi oldalunkról rendben van. Az, hogy tulajdonosi oldalról rendben van, ezt más szempontból kell vizsgálni. Tehát érdemes egyébként a fakereskedelmi lehetőségeket is megfelelően feltárni. Ez egy kockázatos lánc EUTR szempontból. És ugye vannak olyanok, amin meg szoktunk lepődni, ilyen elefánt egér lánc, amikor úgyhogy nincs is szállítás, eladja egy hangsúlyozottan nem erdőgazdaság szereplő a faanyagot, és olyan jó árat sikerült kialkudni az értékesítésnél, hogy ott még helybe mozdítás nélkül három tulajdonost vált a faanyag. Általában itt se stimmel valami. Kockázatcsökkentési jó gyakorlat, ugye ez a speciális szabályok saját termelésű készletvásárlása, ezt említettem, elektronikus egységesített készletnyilvántartás tételazonosítása, erre a állami erdőgazdasági szektoron belül is vannak példák, tehát valószínűleg nem kell duplikáltan kidolgozni bizonyos dolgokat, és véletlenszerű kiválasztáson alapuló keresztellenőrzések, legyen szó akár fatömegfelvételről, akár készletfelvételről, ugye itt arra figyelve, hogy ezt, ha csak egy erdőrészletbe vagy egy kerületbe csinálja az ember, akkor az általában kevésbé hatékony, max több szállítást indukál bizonyos napszakba. Jó, hogy lehet kockázatot csökkenteni az EUTR-es információkkal? Ugye a Nébih portáján fönn van egy EUTR kereső, ez most még ilyen felír kereső néven fut, de itt meg lehet nézni adószám vagy név alapján, én az adószámot javaslom, hogy valakinek van-e EUTR azonosítója, tehát faanyagkereskedelmi lánc tevékenységet folytathat-e. Van egy olyan nyilvántartás is, ahova fel vannak rakva azok a jogszerűtlen hirdetés adatok, ezt egyébként a tűzifa vásárlók védelmébe készítettük, akikkel valamilyen problémája volt a hatóságnak, ezt azért csináltuk, hogy Mari néni akar fát venni, akkor településre, ha ennyire tudatos, és vannak most már ilyen átvert Mari nénik, akik próbálják a kevés pénzüket hatékonyan elkölteni, ki tudja keresni, hogy milyen telefonszámról voltak jogsértő hirdetések vagy átverések. Az a tapasztalatunk, hogy a hirdetést le tudjuk vetetni, de másnap újból megjeleníti, telefont cserélni azt most már nehezebb. Tehát most már ennek az elkövetői körnek azért egy jó pár, inkább 100 fölötti, tehát több százas mennyiségű telefonszámát leblokkoltuk, ez körülményes most már, és egy idő után a telefontársaságnál is feltűnik, és velük is kezd jó lenni a kapcsolatunk. Ugye, mivel próbáljuk még segíteni, főleg ha majd keresleti piac lesz, akkor a tűzifa vásárlót, azzal, hogy összetudja hasonlítani a kínálatokat, ugye mi is még szakemberként is néha vakarózunk, hogy ha vannak különböző tűzifa hirdetések, akkor ugye van szórt köbméter, rakott köbméter, vehetek ugye sarangolt választékot, akkor néhányan árulnak kuglizottat, akkor van hálós, kalodás, rakott kalodás, szórt hálós, mégis ez mennyi, és ha ennek valaki utána akar számolni mondjuk vásárlóként, akkor ez minimum egy hét, amíg összeszedi a hirdetéseket. Ezért készítettünk egy felületet, az lesz a neve, hogy Tűzifát okosan, ahova ügyfélkapus azonosítás után az EUTR felületről tudnak belépni a faanyagkereskedelmi lánc szereplők, és fel tudják vinni a saját tűzifa kínálatukat. Az erdészetek fel tudják vinni, hogy ők sarangolt formában árulnak tűzifát,
A kisebb erdőgazdálkodók, akik esetleg feldolgoznak, vagy azok az erdészetek, akik tűzifa udvarral rendelkeznek, vagy azok az erdőgazdálkodók fel tudják vinni azt, hogy ők valamilyen feldolgozottsági formában árulnak tűzifát, meg tudják adni, hogy melyik telephelyükön, ugye a telephelyüket fel kellett vinni az EUTL rendszerbe, tehát az egyes EUTL rendszerbe felvitt telephelyekhez fel lehet vinni az értékesített tűzifa választékokat, meg lehet adni, hogy milyen áron kívánom értékesíteni ezt a választékot, még azt is meg tudom adni, hogy szállítok-e kifelé, fel tudom venni majd a rendszerbe, hogy hova szállítok, tehát a telephelyemtől hány kilométeres távolságra vállalok szállítást, fel lehet vinni azt, hogy mikor kitermelt a készlet, száraznak minősül-e a tűzifa a jogszabály szerint, ezt óvatosan bekattintani, mert ugye ott a 30%-os szárazság az nem mindig jön össze, de elvileg ezt is meg lehet adni, a nyitvatartási időt, meg az árat, illetve meg kell adni az átváltási tényezőt tömörköbméterre, és ezt követően, miután ezt így beadtuk ezeket az adatokat, ugye a tisztelt tűzifa vásárló meg majd fel fog menni egy ilyen nyílt internetes oldalra, be tudja írni, hogy hol lakik, hány kilométeres körzetbe keres erdőgazdálkodót vagy tűzifa értékesítő telephelyet, milyen választékot szeretne venni, kemény tűzifa, lágylombos tűzifa, tölgyet, akácot szeretne, milyen készletezési formában, 33 centis, 50 centis, szort, stb. És kilistázza neki, akár az szerint, hogy szállítást kére, a tömörköbméter által számított ár alapján, hangsúlyozva, hogy ide árat rögzíteni csak a bejelentkezett EUTR szereplők tudnak. Mindjárt végigérek, és akkor utána az összes kérdés rám önthetitek, ha van, figyelembe véve, hogy ki fog hűlni az étel. Jó, de vegyük úgy, hogy akkor a szállító jegyest akkor mondom el. Az előadás az majd meg lesz PDF-ben, itt még van egy rövid rész arról, hogy mikor lehet nem szigorú számadású szállítójegyet kiállítani. Ezt javaslom majd mindenkinek elolvasni, hogyha most lesz rá kérdés, akkor ezen is végigmegyek, mert az EUTR keresőben ugye ezeket az adatokat lehet, ezt minden faanyagkereskedelmi lánc szereplő szerintem mérlegelni tudja, hogyha valaki eddig erdőgazdálkodóként faanyagot termelt és értékesíteni szeretett volna, akkor azzal a helyzettel találkozott, legalábbis ott nálunk Nógrádban meg Visegrád környékén, hogy vagy hirdetett a Google-ön horribilis összegér, tehát ugye ahhoz, hogy akár név szerint beírva és település beírva téged előre dobjon a Google, ahhoz havonta 10-15 ezer forintot ki kell fizetni. Ennek az a célja ennek a rendszernek, hogy a kis erdőgazdálkodókat is értékesítési lehetőséghez juttassa, tehát ez a rövid értékesítési lánc, tehát ahogy a mezőgazdaságban is van, tudja megtalálni a kis településen vagy a kicsit nagyobb településen élő vásárló, lehetőleg a termelőt. Tehát az a cél, hogy az erdőgazdálkodót meg tudja találni, és nem mindenféle spekulatív ilyen vándorárustól vegyenek tűzifát, aki egyébként azt csinálja, hogy megvesz egy köbmétert és három köbméternek árulja, mert ez gyakorlat. Az, hogy valamelyik kereskedelmi lánc szereplő ebbe a rendszerbe be akar jelentkezni, ez teljesen önkéntes. Ha valaki ezt nem használja, nem jelentkezik be, akkor annyi lesz, hogy mi emögé rakunk marketinget, meg néhány tízezer vagy százezer plakátot, hogy hol lehet ezen keresni, akkor ő más értékesítési csatornákat választ. Az nem titkolt cél, hogy bizonyos árversenyt ez biztos, hogy generálni fog, mert az információval el tudja dönteni. De az én tapasztalatom azért az, hogy a közel, tehát az adott helyen termelő erdőgazdálkodókval csak az a kereskedő versenyképes, aki valamit csikicsukizik, főleg a mostani szállítási költségek mellett. Tehát ott akkor az egy rossz árazás, ha engem a saját falumba az ott termelt fával megver az 50 kilométerről messzebbről jövő, és hogyha olyan kritikát látunk ebben, azt majd mi is meg fogjuk nézni. Ugye tudjuk most is azért, amikor 10 000 forint per tömörköbméter, meg ilyenek, akkor azért az úgy nehezen jön össze, tehát ott vagy a mennyiséggel van trükk, vagy nem is fog fát kapni, de ez önkéntes. És egyébként azért van ez az egész rendszer, mert most már valóban elkezdődött az, hogy más technikai azonosítójával próbálunk szállítójegyet kiállítani. Ugye ez egy büntetőjogi tényállás, tehát nem az szerepe, nem az felel ezért, akinek a technikai azonosítóját felhasználták. Ez elég hamar kiderül, mert ezt elég gyorsan leellenőrizzük.
több, nem akarom mondani, milyen nevű szolgálattal működünk ebben most már együtt, mert ugye ez egy más mező, tehát ez már nem a közigazgatási kategória, ilyenből is most már többet kiszűrtünk, és pont az a célunk, mert ezt a nyilvános hirdetésekbe csinálják már most is, hogy olyat adnak meg, ami egyébként nem ő, lehetőleg egyébként úgy csinálják, hogy messzebb lévő, tehát mondjuk Pest környékén megad egy Hajdú-Bihar megyeit, ezt mi elég gyorsan leszoktuk nézni, de az a cél a rendszerrel, hogy a hirdetés, a bárki által feladott ellenőrzetlen hirdetésekről áttereljük erre a hirdetési oldalra a hirdetéseket, mert itt hirdetést feladni csak EUTR azonosítóval lehet. Tehát csak ügyfélkapus azonosítás után tud mindenki belépni, és csak azokra a telephelyekre tud rögzíteni értékesítendő faanyagtételt, amit egyébként az EUTR nyilvántartásba, mint működési telephely megadott. Tehát így nem lehet bármit rögzíteni benne, és emögé mi mögé fogjuk rakni azt a kommunikációs kampányt, plakátokat, tévéinterjúkat, hogy mindenki itt keressen fát. Ugye ezt mi GDPR szempontból nem nyomozhatjuk le, hogy most arra hányan klikkeltek. Ha egyébként első ütemben, illetve maradjunk annyi, hogy első ütemben ez nincs benne a fejlesztésbe. Ha erre egyébként érkezik gazdálkodási igény, és megvizsgáljuk a GDPR szabályokat, és ugye anonim módon azt, hogy arra a hirdetőre hányan klikkeltek rá, lehet, hogy meg tudjuk nézni, még az is lehet, hogy a Google Analytics-ből, amit mögé raktunk, ki tudjuk hergelni, de ez most első ütemben még nem fog működni. Az első ütem úgy fog kinézni, hogy nagyjából júliusban ezt közre fogjuk adni, ezt a linket az EUTR felületen, és tájékoztatni fogjuk az erdőgazdálkodókat erről a lehetőségről. Mindenki fel tudja tölteni a faanyag kínálatát, amennyire mi látjuk lesz mit, és ezt követően ősszel, pedig majd amikor a minisztérium, illetve a minisztérium vezetése úgy dönt, akkor egy sajtónyilvánosságot kap ez a kereső felület is, hogy hogy lehet ezen keresni. Ugye annak, hogy ezt meghíreljük, hogy itt lehet keresni, az a feltétele, hogy azért már menjenek föl a vállalkozások. Mi úgy látjuk, hogy egyébként a kisebbek, akiknek jelentős költség a külön marketing, akár szórólap, akár Google, ők használni fogják ezt a felületet, és lokálisan biztos, hogy lesz ennek egy versenyteremtő hatása, de egyébként másik oldalról meg a helyi piac azért most is körbenéz meg, valljuk be őszintén, hogy körbe szokta mindenki futni a környékbeli árakat, minden fatermék esetén. Meglátjuk, hogy hogy fog menni. Tehát, de minden javaslatot szeretettel várunk, mert az a cél, hogy mindkét felhasználói célcsoport számára ez egy jó használható alkalmazás legyen. Az EKR ugye az ÁFA visszaélések visszaszorítása érdekében jött létre. Mi egyébként javasoltuk még az EUTR felállításánál, hogy bizonyos adatokkal, ha kiegészítésre kerülne az EKR, és nem is lenne ez olyan sok adat, akkor elkerülhető lenne a duplikált nyilvántartás abban az esetben, hogyha ÁFA köteles értékesítés történik, tehát mindenképpen az EKR-be fel kell vinni ezt a szállítmányt. Akkor erre azt mondták a NAV-os kollégák, hogy ezt majd az ESMO nevű elektronikus szállítójegy rendszerrel együtt fogják megvalósítani. Mivel ez még nem valósult meg, ezért per pillanat ez a két adattartalom nem összefésülhető. Tehát az EKR-be azokat, amiket az uniós rendelet előír, nem tudod rögzíteni. Tehát ott egy ilyen, egyébként szerintem faanyag esetén egy teljesen alkalmazhatatlan, és hogy mondjam, az EKR kitöltő szempontjából is kockázatos, tömegmegadásos dolog van. Az, hogy most ez itt mennyi, meg ez, ebből elég sok probléma van. De egyelőre ez még nem került összefésülésre, egyetértünk a javaslattal, tehát szerintünk is az lenne a jó, hogyha ezt egybe fel lehetne adni, és azt a plusz 5 adatot, amit egyébként az EUTR igénye, azt az EKRS rendszerbe fel lehetne vinni.